tanulás, a barátok adják meg a helyzetet. Ezek készítenek felülről bennünket elő, hogy valóban olyan az a ponthoz jussunk, és amilyen mértékben nem érjük el ezt az erőt, mert ez biztosítja nekünk, hogy meg tudjunk szabadulni az önszeretettől, és hogy a környezet valóban folyamatosan megadja számunkra azt a fajta lehetőséget, hogy és hogy fölöttiek emelkedni a saját értelmemnek, és valóban erőfeszítéseket tudjak tenni. És pontosan ezek által az erőfeszítések elő, az erőfeszítések segítségével lépek túl a saját képtelenségemen, és minden erőfeszítés, amit én megteszek, vagy megteszünk, az fokozatosan ennek megfelelően fog a fény belépni, az extra fény az életünkbe. És nyilvánvalóan ehhez kell a helyes felső, a helyes vágya ennek, amely erre a félnél irányul, és ilyen módon emel magunk fölé bennünket ez. Tehát emlékszem egy történetre, mondja valaki, a következő srác, hogy mentek imádkozni az emberek egy hídra, és akkor az egyik ember hozott egy esernyőt, hogy ez egy történet. Ja, bocsánat, most már emlékszem, mit mond. Tehát, hogy értem, hogy mond. Tehát, hogy elmentek imádkozni esőért, és csak egy ember hozott esernyőt magával, ő volt, akinek igazi hite volt. Tehát valóban ezért, amikor mi a csoporthoz kapcsolódunk, meg kell, hogy legyen az igazi hitünk, hogy ezáltal a csoport adja nekünk az esernyőt, és a csoport adja nekünk az erőt. Rendben van, barátaim, mondják ők, tehát akkor mi elolvasok a 9-es és a 10-es, és most együtt Ravnak a szavait. Tehát minden, amit gondoltok, az nem lett helyes, hiszen az értelem nem ad nekünk helyes megközelítést, és ezért egy új ponthoz kell eljutnunk, ami a csoporttal való kapcsolat segítsége lehetséges, és a Tóra és a parancsnak megtartásával. És ahogy a bölcseink mondják, nekünk egy újjászületés kell itt megvalósítanunk, és nekem a Teremtőtől való megváltást kell elvárnunk, és ő fog nekem segíteni azért, hogy a szentség útjára tudjak még egyszer lépni, és amikor nekem megvan az erőm a szentség útjára való rálépésre, akkor képes vagyok választ kapni, és mindeközben nekem az értelem fölé kell emelkednem, a szentség értelmének a segítségével, ami az értelemfelé itt elérhető el, és nem a saját intellektusom használatával, tehát nekem hinnem kell a bölcseink szavában, tehát az, hogyha én megtartom a Tórát és a parancsolatokat, akkor az értelem fölé hit, feletti hit megtart engem, és akkor biztos lehetek abban, hogy a hitnek az ereje segíteni fog nekem, és ahogy bölcseink mondják, az, aki megtisztítja magát, az megfelelően tud irányulni. Mit nevezünk értelem feletti hitnek? Nyilván itt van néhány állapot, amikor én lenullázom magam, és képes vagyok. Vannak magasabb állapotok és alacsonyabb állapotok, és a fény állandóan ragyog felettem. Mit jelent az értelem feletti hit, amikor én elképzelem magam olyan módon, nem abban az állapotban, hogy most vagyok, hanem az, hogy hogyan tudok dolgozni, hogyha nagyobb fény ragyog rajtam, ezt kell elképzelnem. Hogyan tudok akkor munkát végezni? Természetesen, nyilván akkor nagyobb adakozási erőt kapok, tehát nekem úgy kell dolgoznom, mintha már ez meg is történt volna, és milyen erőfeszítéseket kell tennem ennek érdekében, mert nyilván ez új hiányt fog nekem jelenteni, és én már érezni fogom a mannak a felemesnek a szükségességét, azaz ez az ember korrekciója itt kezdődik, fölemelkedek az értelem feletti hitnek, és amikor ezt megpróbálom, akkor nyilván egy erő megjelenik, és valóban az adakozás ereje jelenik meg, és ez beöltözik belém, és megadja nekem a fényének az erejét. Oké, barátaim, akkor mit látunk itt? A bizalmat, az önbizalmat látjuk itt, az erőt, és gyakorlatilag
azt látjuk, hogy minden érezhető, nem bennem egyáltalán, hanem én valóban a csoportban tudom ezt érzékelni. És valójában nekem érezem kell a meggyőzés, az önbizalmat, hinnem kell önmagamban, hogy én meg tudok tenni bármit, ki kell lépnem tudni önmagamból, és itt adja meg, itt kapom meg az önbizalmat, amely, ugye, ahogy ezt mondjuk, tehát nekünk túl kell lépnünk önmagunkkal, egy nagyon struktúrált káoszban kell élnünk, ahogy mondják a srácok. És olvasnak tovább. Az igazság az, hogy az ember számára a legjobb az, hogy érzi, hogy nincsen önbizalom, tehát az ember egy olyan állapotban van, amikor valóban a mennyek és a föld között lebegne, és nem kell az embernek félnie semmitől, hogy mi történik, valójában a közösség megtartja, a csoport megtartja, a barátok megtartják, és ezért valamilyen módon össze kell kapcsolódnunk, és hogy a barátokhoz kell kapcsolódnunk. És minden, amin keresztül megyünk, az a végső pont. Tehát nem a pillanatnyi állapotunkban kell gondolkodni, hanem a végső pontban, amely felé törekszünk, és akkor nyilván ez túlemel majd bennünket a problémákon, legyen az jó vagy rossz, nekem úgy kell ehhez viszonyulnom, hogy bármi történik, nekem a cél irányába való elfogadással kell közelítenem. Köszönjük, barátaim, akkor ennek a résznek most vége van. Oké, barátaim, álljatok föl, mindenki, álljatok föl, és az egész világcsoport álljunk föl, és ébredjünk fel egy kicsit, melegítsük fel egymást, és mélyedjünk el jobban egymásba.
itt és az egész világon. Álljunk körökbe, és kicsit mozgassuk meg a testünket. Ugráljunk egy kicsit, mondják a srácok. És mindenki bizonyos mozgásokat csináljon a többiekkel, és próbáljátok meg egymást utánozni. Tehát először az első, aztán a második, egyszerűen másoljátok egymást, amit az egyik barát csinál, az utánozza a másodikat, aztán a harmadikat, tehát egy kicsit bemozgatják őket, hogy ne aludjanak el. Vilniusban milyen mozgások vannak. És... limbo mozgás, ők is látták ezek szerint. Jó, üljetek le. Külső és belső ölelés, gyere, és akkor kezdjünk még egy workshopot. Ugye most a körmozgat, vagy körben állva masszírozzák egymást. Ezek szerint ott se könnyű fönnmaradni hajnali négykor. Oké. Az anachnu, אחרי שקצת התחממנו, מה זה קצת? הכנו את הכלים פה עם הדברים הגדולים שישבו קודם ועם בעל... מיותם פלמלגדתו כעד מה שקיצית, מוניאק השטעצוק. ככה עשה לנו הכנה מאוד מאוד איכותית. הכנה לזה שאנחנו רוצים להוריד... אנחנו רוצים לפורר את הלבבות, אנחנו נתחיל עכשיו לשלוח כדור... אקור מושמגונקות. Próbáljuk meg felkészíteni arra, hogy áttörjük a falat egymás között. Ugyanoda kell lőni állandóan a golyókat, ahogy ezt tanuljuk Ramastól. Tehát, hogy örömet tudjunk okozni a teremtőnek, és ugyanakkor pedig erőt tudjunk adni a teremtőnek és Ravéknak Amerikában. És valóban az egész világcsoportot szeretnénk felkérni, hogy szívvel lélekkel legyetek velünk, és kövessétek a kérdéseket, küldjetek nekünk válaszokat, hogy egy kölcsönös szívben legyünk. Tehát minden barátunkat arra kérjük, hogy... És gondoljuk ezt most végig, hogy milyen fajta... Mondjátok el egymásnak, hogy milyen fajta... Tehát milyen minőséget szeretnétek megszerezni attól a baráttól, aki jobbra ült tőletek. Ez a következő kérdés. Jó, az ennyi etkél? Oké, akkor én kezdem, mondja a srác, ez nagyon egyszerű. Én... Én szeretném megszerezni azt a fajta erőt, amely a kedves barátomtól Niftől árad, azt, hogy képes ennyire koncentrálni mindenre, és minden egyes cselekedetben, amit ő csinál, minden egyes mondatban, amit ő mond, minden egyes idézetben, amit ő kiválaszt, látszik az a fajta belső összpontosítás és aggodalom, amivel ő Ravnak a szavait szeretné megvalósítani, és ez egy önátadás az útnak és a tanítónak, és amikor őt érze, én nagyon szeretnék ilyen szempontból olyanná válni, mint ő. Azt hiszem, ez Janivről vonatkozott, mert jobbra kell adni. Ki kedves Deni, az a mellette ülő srác Janiv mellett. A minőség, amit én szeretnék tőled megszerezni, vagy olyan barátom, mint te vagy, ez mindenképpen a magabiztosság, amit a magad körül sugárzott, és függetlenül attól, hogy belül mind néz keresztül, kívül állandóan örömet látunk rajtad, boldogságot.
זה מה שאתה מקרין. אתה מקרין הרגשה כזאת של... של... של שחרור, של... ez, amit te állandóan kisugárzol magad köré. Hitet sugárzol, hogy egy belső erőt sugárzol. בכיף, בביטחון. באמת, כל פעם שאני... כל פעם שאתה נמצא ככה בסביבה ו... ויוצא לי לראות אותך ולהרגיש... ami valóban az a boldogság, amit minden alkalommal látok tőled, és valóban ez csak egy olyan barátot szerezhető meg, mint te. אתה דוגמה בשבילי לאיש שלא מפסיק. מונדם משהו כזה, איזה פילדה ואיד נקם. איזה יואל, אין בלה כשוהו נם... hogy abba semmit, tehát egy, tehát mindig mutatod a belső hajtóerődet, és valóban mindenkit meggyőzöl, aki körülötted van, a fontosságról. Én emlékszem a Rehovot csoportban, amikor ott megismertelek, akkor egyszerűen mindenkit aktiváltál, tehát mindenkit, meg egy hatalmas erőt adtál, אנשים כאילו עושים את זה בשבילך, כאילו מרגישים ש- שהם רוצים לעשות את זה עבורך, כי אתה נותן איזושהי תחושה כזאת כל כך... Tehát az emberek azért akarnak lenni, mint te, mert ez egy nagyon erőteljes jó érzést ad, ami valóban nagyon fontos, és ami valóban... אני נבוך, אני מתבייש, וזה פשוט... דבר ענק בחברה שלנו, זה מתנה אדירה. אז הייתי מת שיהיה לי גם את הדבר הזה, מאוד רוצה שיהיה לי את הדבר הזה. יש valóban valami nagyszerű dolognak kell történnie, és én nagyon szeretnék olyan lenni, mint te, ilyen szempontból. אני פשוט... אני זוכר... Nivi, mit mondhatnék, mondja valaki? Tehát én emlékszem. וזכיתי להיות עם החבר הענק הזה. אז יש... ואז שאלתי אותו שאלה... ilyen éjszakai őrködésben együtt voltunk Nivvel. Én már nem emlékszem, hogy miről beszélgetünk, mi volt a kérdésem, de emlékszem a te válaszodra, ami valóban nagyon fontos válasz volt, mert azt mondta nekem, hogy egyetlen út marad, az, hogy nagyon világosan meglegyen a képességünk arra, hogy mindig azt mondjuk, hogy igen, ezt akarjuk, és hogy valóban minden egyes alkalommal élesen akarom látni, és akarom érteni, hogy mi történik. És amikor a szándékokról olvasunk, akkor mindig tőled kapom a legnagyobb impressziókat. Mindig úgy érzem, hogy tiszta szívvel mondod, amit olvasol, és én nagyon szeretlek téged. Tehát kedves Szagi, לא צריכה שום שום תמורה, לא צריכה להתגלות, לא צריכה להתגלות. וולובן. אבל כשככה נמצאים כמה ימים ביחד. נקם, וולובן ארה בן סוקשיגם. מסע. הוד. בכנס פיטר. מקפיוק. ככה ממש היינו המון, המון זמן ביחד, אז הרגשתי. אז תחת המש באשו ארות. hogy érezzük, azt a mélységet, ami megadja nekünk, ez még lehetetlen is leírni, tehát nekünk valóban meg kell tapasztalnunk kívül és belül, azt az erőt, ez
amely megadja, ami... חברים, איזה חברים מיוחדים יש לנו, אה? כל... Valóban nekünk nagyon különleges barátaink vannak. כל חבר זה... זה פגז, זה יעלום, זה משהו מיוחד, זה שופע תכונות מיוחדות. Tehát mindegyes barátunk az egy gyémánt, egy nagyon különleges minőség. Tehát nekünk úgy kell... רוצים להוציא מהם משהו. אנחנו לא רוצים לעשות עוד סדנה, אנחנו רוצים שזה תהיה הסדנה, אנחנו רוצים שזה עכשיו יקרה. אנחנו רוצים להמיס את הקירות בינינו. אנחנו רוצים לפורר את המחיצות. Tehát, hogy a workshop az, ahol valaminek valóban történnie kell, tehát nekünk egymásba kell olvadnunk valóban, éreznünk kell egymás szívét. בוא נשתף אחד את השני עכשיו. איך אנחנו מתכוונים... Tehát barátaink, meg, osszuk meg egymással. איך אנחנו מתכוונים להתקלל אחד בשני? להמיס את הקירות. Hogy valóban képesek legyünk megerősíteni egymást annak érdekében, hogy valóban össze tudjunk olvadni egymással. Hogyan tudjuk ezt megtenni? A kirot kvar mizuman naflu. Anachnu kvar akhe... וכבר החברים כל כך מורגשים בתוך הלב שאני חושב שצריך... Tehát hogyan lehet a szív mélyéről érezni, hogy minek kell történnie? ההזדמנות הזאת. ולהודות לבורא ששם ככה כל חבר כאן יחד איתנו. ו... Tehát minden barátunk, aki itt együtt van velünk, רוצת לקרב את הלב לתוך המרכז הזה, לתוך הלב. אז csak egy, mindig egy kicsit többet ad hozzá ahhoz, hogy közelebb תודיונג kerülni a barátok szívéhez. לא אנחנו מפוררים את הקירות ולא אנחנו מסירים את המחיצות. תהיה végezetül. אנחנו רק צריכים להגיע ל... נכון, túl kell lépnünk az összes falakon és meg kell olvasztani a szíveket, és egyszerűen arra van szükségünk, hogy megfogalmazzuk a kérést, az imát, hogy hagyjuk a fényt dolgozni, és valóban fel tudjuk magunkat készíteni erre, és valóban megkapjuk az önbizalomnak az érzését, és a boldogságnak az érzését, és hogy valóban hogy képesek legyünk egymás szívébe beolvadni, és nem azért, mert valami nyom bennünket tovább, hanem azért, mert mi nekünk azért kell egy workshopot létrehoznunk, mert hagynunk kell, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek, és nekünk készen kell állnunk arra, hogy bizonyos dolgok megtörténhessenek. Ay, mais te me misim oti pashut. Az ani margit kmo ez. Valóban, tehát éreznünk kell ezt az összeolvadást. לא יודע כאילו מה זה, מה אפשר עוד להוסיף. אז קודם כל, תמיד אפשר להוסיף. תמיד אפשר להוסיף גדלות מטרה. תהת, נכנק, מינדיק הוזה קלדנו, מינדיק הוזה קלדנו קציל נצרו שיגז ולמי. צריכים לשאוף. ואיך אנחנו יכולים... ahhoz, ami közöttünk kialakul, nekünk állandóan inspiráltnak kell lennünk, és azon kell gondolkodnunk, hogy olyan kell viselkednünk állandóan úgy, hogy ez a köztünk lévő kapcsolat ne hagyjon el bennünket, és ha el akar hagyni minket, akkor hogyan tudunk visszakerülni, ha úgy érzünk, hogy kizuhanunk ebből az állapotból, hogyan tudunk visszakerülni ide azonnal. Tehát én azt gondolom,
hogy nekünk úgy kell haladnunk az úton, hogy hogy egy ilyenfajta átvezető csővezeték legyünk. És hogy valóban képesek legyünk állandóan kondenzálni ezt, koncentrálni ezt a belső erőt. És képes legyünk megtapasztalni valamit, amit Rav szokott mondani, hogy minden egyes alkalommal egyfajta izzó szenet produkálni egymás között. És ez az erő, hogy valóban, ugye, van, tehát nekünk nagyon erőteljes erő kell, a természet erejét kell tudnunk megragadni. Tehát valóban hogyan tudjuk ezt együtt megtenni, nyilvánvalóan az embereknek át kell tudnunk adni ezt az erőt, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy mi is részévé váljunk mindennek, és meg kell találnunk ezt az utat, és valóban ez a szerepünk, hogy ezt képesek legyünk megtenni. Tehát nekünk állandóan hozzá kell adni ehhez. És örömet kell éreznünk, éreznünk kell, hogy amit a teremtő a mi számunkra biztosít, ez a kapcsolatnak az öröme. És akkor ezt mindig az adott jó érzéshez kell hozzáadnunk, amelyik abból a hálából lehet, hogy ennyire össze tudunk kapcsolódni. És ilyen módon úgy tudunk előadni, amennyire csak lehetséges, egyre jobban és jobban. Oké, barátaim, tehát akkor Los Angelesből olvassunk el néhány dolgot, amit ott elmondott. Meg kell vizsgálnunk, hogy minden egyes alkalommal az életemből mi az, ami fontos nekem, hogy állandóan figyelni kell, hogy kinek mi hiányzik, tehát hogyan tudunk egymásról gondoskodni, mint egy anya, és hogy lehetek én lojális a csoportomhoz. Tehát nyilván van egyfajta felkészülés, ahol állandóan arra kell koncentrálnom, hogy hogyan tudok legalább egy kis mértékben lángot hozzáadni az a láng belső tűzhöz, amit a barátok egymás iránt érzékelnek. Valami nagyon nagy dologhoz, és Bászolán beszél erről, hogy szeretnék benneteket emlékeztetni a barátok szeretetére itt és most, és az egész létezésem az attól kell, hogy függjön, és a sikerem is ennek megfelelően érzékelhető. És hogyan tudunk magunkat és a gondolatainkat oda irányozni, hogy valóban egy szívvel, egy lélekkel, mások szeretetével képesek legyünk összekapcsolódni, és fel tudjuk ismerni magunkban, és meg tudjuk valósítani azt, ami a kapcsolat erejéből származik. Bálaszulám azt mondja, hogy a helyes szándék
az azzal függ össze, hogy hogyan tudunk összekapcsolódni. És Bála Szolám azt mondja erről nekünk, hogy a barátok szeretete adja meg a képességet arra, hogy a teljes létezésünk az ettől múlik, csak azon múlik, hogy mennyire kapcsolódunk össze. Tehát a létezésünk az egymástól való kapcsolatunktól függ. האמת שצריך להרגיש את זה כדי להבין שבאמת על זה זה עומד. כי... valóban nekünk érezni kell. לספר שכל החיים תלויים בזה. אבל... הוד. מאוד מיוחדת שלנו. אנחנו זוכים להרגיש כל פעם. אז élet mi múlik. Nekünk nagyon egyedi csoportunk van, amiből eljutunk oda, hogy a barátok szeretete az a megoldás mindenre, ez adja az életnek az erejét, az örömét, és minden itt kezdődik, minden itt végződik. És hogy minden egyes alkalom, amikor ezt hallom, akkor nagyon izgatottan látom, hogy egy pillanatra sem kell, hogy egyedül éljek, tehát nincs olyan valóság, nincs más valóság, mint a barátok szeretete. Tehát itt és most a barátok szeretete fontosabb, mint bármi. Ez egy nagyon különleges időpont, nagyon különleges idő, amikor az egész emberiség valóban megpróbál összekapcsolni, és, ez a, és itt van az, hogy a delegáció nagyon fontos az általános lélek megjelenése, ugye Észak-Amerikában most jelenik meg a delegációnak az ereje, és én emlékszem Rav szavaira, aki azt mondta, hogy a második legfontosabb fejek korrekció szempontjából Izrael után Észak-Amerika. És ott van egy most a delegációnk itt és most Washingtonban. És valóban nagyon fontos leckét fognak adni, és ami igazából fontos, az a barátok szeretete, és valóban együtt kell lennünk, egyesülnünk kell az egész világcsoporttal, és valóban meg kell vizsgálnunk, hogy a kapcsolatunk, az árvutunk, az hogy fogunk összekapcsolódni, hogy hogyan kapjuk meg a legkisebb cselekedettel is, hogyan tudjuk felnyitni a fénynek az erejét, hogyan fogjuk megkapni a támogatást egymástól. Tehát hogyan tudunk itt és most egyesülni annak érdekében, hogy szolgáljuk a Teremtőt? Dan, akkor folytatja. Niva már gam kodem et lászót. Niva már akszáv, seze a zman, kélo, ze... מאוד מאוד מורגש. Tehát ez az idő, amikor valóban érezhettük, hogy valami nagyon nagy dolog történik, és hogy Rav soha nem hagyja abba hozzánk való, tehát a mi irányításunkat, tehát ő mindig az egységre irányít bennünket, és az egyetlen dolog, ami minden problémát megoldhat, az egység és a szeretet. És azt mondjuk, és a kapcsolatot, és az egységet csak a kapcsolaton keresztül érhetjük el. Ez az, ami fölemel bennünket minden fölé, ahol együtt lehetünk, és ahol tényleg egységben kapcsolódhatunk össze. A koach, a hazak biotér,
Ez az, ami a legerőteljesebb erőt adja a világba, ahol összekapcsolatunk egyé. És ezen keresztül leszünk képesek befolyásolni a világot. Valóban ez adja meg az erőt, amire még eddig nem is gondoltunk volna. Rav az mindig elmondja, hogy az egységünk hogyan működik, hogy nekünk állandóan fókuszálni kell az egységünkre, és valóban állandóan irányulnunk kell a köztünk lévő szeretetre. Az igazság az, hogy ez a szeretet, ezek a szavak, tehát egy nagyon, nagyon különleges csoport van itt Izraelben, az, és a teremtő az, aki valóban tudja, hogy hogyan lehet ezeket a nagyon különleges barátokat irányozni a teremtő felé, és valóban ez egy óriási lehetőséged ad arra, hogy a delegációnak is a szerepe az a teremtő, az a megfelelő fontosságot, a fontosság az méltó erőt megkapja, és valóban egy kere áttörést tudjanak csinálni, és valóban képesek legyünk fenntartani ezt a gondolatot. Minden egyes barát, aki beszél, annak meg kell próbálnia a melegséget árasztani maga körül. És hogy nekünk mindenkinek ki kell nyitnie a szívét, és az egyetlen hely, ahol azt az erőt ki lehet, el lehet érni, amit a barátok szeretnek nevezik, az itt és ebben a csoportban. Nincs más hely a világban, a Biné Barukon kívül, amely a legkisebb elképzelés is képes lenne egyébként elérni a barátok szeretén túlmenően, nyilvánvalóan egy szándék kell, hogy megjelenjen itt. Nincs más igény, amit nekünk igazából, nincs más dologra szükségünk. Ez az egyetlen cél, amiért létezünk, a barátok szeretete, és ezért válaszolom a következőt mondja. Én nagyon pontosan és nagyon élesen kinyilvánítja, hogy minden más dolog ezen túlmenően az képzetes, és nem is létező. Ez egyetlen dolog, amit igazából kezelnünk kell, a barátok szeretetét. Ez az, amin keresztül felnyílik az összes tehát ez egyfajta szeretet kell éreznünk egymás irányába, hogy valóban egy egyedi erő táruljon fel, ami az egészet generálja különben, az egészet fenntartja, és hogy ezt mindenkinek át tudjuk adni az egész világnak, hogy mindenki érezhesse. Mert arra van szükségünk, hogy egyre nagyobb örömet érezhessünk, egyre nagyobb erőt, és ez a szerep, ami ebben a valóságban igazából szükséges a számunkra.
válaszolám szavait figyelve, valóban szeretnünk kell egymást, amire csak lehetséges, úgy, hogy magunkat szeretjük, és valóban, ahogy érezzük a barátok szomorúságát, a boldogságát a barátoknak, és hogy valóban teljes egészében, és azonnal érezzük a barátok szeretetét, és utána pedig elmondja, hogy tegyetek meg mindent, amit csak tudtok. A teremtő erejét, és a legfontosabb dolog, amit meg kell tennünk, a barátok összekapcsolására vonatkozó dolog. Tehát minden hiányt így kell megragadni, tehát a spiritualitás az kizárólag pontosan azáltal érhető el, hogy összekapcsolódunk, hogy egységgel lépünk, sőt, tehát próbáljuk meg, kapcsolódjunk, összevizsgáljuk ezt meg együtt. Hogy miért van az, hogy a spiritualitás az pontosan a közöttünk lévő kapcsolatban érhető el, sőt, miért van az, hogy ez a minden hiányt kompenzál? החיסרון של כל אחד מאיתנו הוא כבר תקופה שאנחנו נמצאים פה מינדנים בן בבני ברוך אוקיי כי תבדו ליהנות מההשפעה ו valóban az adakozás örömét adja meg. Annak érdekében, hogy elérjük valaminek a nagyszerűségének az érzését, hogy valóban élvezzük az adakozást. És ilyen módon állandóan egy dologra tudjunk fókuszálni, erre az erőre. És ez csak az egységen keresztül érhető meg el, és Istennek köszönhetően a teremtő az mindig elrendezi ezt a mi számunkra, tehát hogy mi mindig tudjuk érezni, hogy csak egy hely van, a csoportnak a középpontja. Ez az, ahol éreznünk kell azt, hogy tudjuk egymást segíteni, és nekünk állandóan arra kell fókuszálnunk, hogy honnan jött a fény, és hogy, és milyen hiányt ad nekünk a fény, milyen örömet ad nekünk a fény az adakozásra vonatkozóra. Oké, tehát akkor a barátok szeretete az valóban egy gyógyszer, amiből kimondhatjuk, hogy a szeretet lefed minden bűnt. Tehát, hogy egyre mélyebben kell tudnunk érezni. Kol az manu noten, hogyan tudjuk magunkra vonni a
annak a megértést, hogy mi történik, hogy minden alkalommal érezzük, hogy nem tudunk egy időn megtenni semmit, tehát miért csak a teremtőért tudunk dolgozni. Tehát egyszerűen arra van szükségünk, hogy valóban akarjunk. Akarjuk azt a félséket, vagy a 50 fillért mi magunk oda tenni a forinthoz, és minden alkalommal érezzük az edény felkészülését arra, hogy a szeretet lefed minden bűnt, és hogy valóban a szeretet megolvasztja a szíveket, és ez teremti meg a helyet arra, ami meg tud bennünket változtatni. Ez a hatalmas belső változás, az kizárólag egy helyről származik. És az embernek állandóan érezni kell, hogy mi az, amit az őt érzékszervek tudunk érzékelni, és mi az, ami pedig túl tud emelni bennünket mindezeken. És hogy a barátok szeretetén keresztül kell eljutnunk oda, hogy be tudjunk lépni a rendszer működésébe, és hogy fölémelkedjünk a megszerzési vágynak, mert a hiány, ami feltárul, az igazi hiány, és de valóban egy csomó dolog csak a hiány fölött értékelhető, ahogy azt mondtuk, tehát itt és most, függetlenül a helyzettől, nekem mindig ugyanabban az örömben, sóvárgásban kell lennem, ez ami egyszerűen felemel engem. És ez adja meg nekem a legnagyobb erőt. És valóban a hiány az, amit az, ahol éreznem kell a fényt. A hiány az, ahol éreznem kell a fényt. Mivel a köztünk lévő kapcsolat az, ami valóban ahol egyenlővé tudunk válni a teremtővel, és valóban a formázásra tudunk kerülni a felső fénnyel és a felső erővel, és itt érezhetjük azt a hatalmas belső végtelenül kitöltést, ami valóban kompenzálja az összes hiányunkat. Ahol a hiány valódivá válik, ahol érezhetjük a teremtőt, a teremtő szeretetét és örömét minden egyes pillanatban, és a teremtővel a kapcsolat örömét az életünkben. Oké, Rav szavaival, ami a reggeli leckéből van, ő a következőt mondja. Én az egység szempontjából szeretnék veletek beszélni, ahol mindenki számára kifejeződik a megoldás. És itt tudunk erőfeszítéseket tenni, és így tudjuk megvalósítani azt, amiről szól a módszerű. Oké, tehát akkor most kezdjük el a workshopot Rabas írásaival. Tehát elolvassuk a 40-es levelet, ami nagyon különleges levél, és utána pedig érezzük a szavakat. Ahogy valóban ezek a szavak szétáramlanak bennünk, Niv, talán kezd a négyes idézettel.
שנתחיל ללכת קדימה לקראת מטרתנו הקדושה, כמו גיבורים, אנשי חי. Nekünk így kell a szent cél felé elmozdulni. כמו שידוע, אהבת חברים, שעל ידה עוברים לאהבת השם. Tehát, hogy hogyan érezhetjük a barátok szeretetét, amely barátok szeretetében eléphetünk a teremtő szeretetéhez. Tehát az, a szeretetek az anyaga, a barátok kapcsolata. Ez az, hogy meg kell szereznünk a barátaink szívét, mert hogyha látjuk, hogy a barátoknak a szíve az megkeményedett, akkor nincs kifogás nekünk. Valóban a barátok cselekedetén keresztül, hogy megragadna a barátok szívét még egyszer. Tehát mi a titkos cél felé kell, hogy haladjunk, amely a, az ember valódi belső háborújának a hősét, a barátok szeretetének a megnyilvánulását hozza el, és nekünk ugye a szeretetnek, a teremtő szeretetnek az anyaga az a barátok szeretete, tehát nekünk a barátok szívét kell megragadni, mert ez egy eszköz a teremtő összetapadása, tehát látnunk kell, hogy a barátok szíve az olyan, mint egy kő, tehát nekünk tudnunk kell a barátokkal való munkát. Oké, tehát akkor tudjuk, hogy... A kérdés tehát az, hogy milyen fajta cselekedetekkel tudjuk megszerezni. Tehát mi ezt tudom a barátok szívét megszerezni annak érdekében, hogy én képes legyek egy néhány lépést előre felé megtenni. Amire szükségünk van, az, ami meg tud bennünket lepni. Tehát nyilvánvalóan בלב. אז זה טוב. אז זה, זה דבר אחד. Tehát nekünk így kell ezt megvizsgálnunk. A másik része a dolognak, hogy minden egyes alkalommal át kell adni magunkat a célnak. ככה אני רוצה להיות, ככה אני רוצה לעשות, ככה אני רוצה ל... זאת אומרת, עם הדבקות הזאת, עם הכוח הזה שיש לך. ישתודנו כאין, מינק יש עוד יום כאין תורטני, יש עולו בנה תלם תלו לעשות הפדש כאין סורגני, מינדנק, תת עוד... אני יכול לעזור לך. ארות כאל, קופנון כאין משת, או יש שגת אני מכאין כאין משת. אני יכול לעזור לך, האמת... Hogyan tudunk mi egymásnak segíteni? Valójában, amire bizonyos idézetek irányulnak, nyilván néhány nappal ezelőtt volt egy lehetőségem, találkoztunk egy barátunkkal Jeruzsálemben, és nyilvánvalóan vannak barátok, akik a terjesztés során nem alszanak csak másfél órát naponta, és valóban én nem tudom, hogy a nagyszerűséget hogy lehet megragadni, és אבל בכל רגע, בכל הזדמנות, בכל דבר, הוא מחובר לאמת הזה. ואם אני אדע איזה מתנה לקראת, עכשיו אני נוסע לבפנים. Nekünk mindig az igazságot kell követnünk, és hogyha tudjuk, hogy... hogy lehet megfelelő módon előre haladni. Tehát amit a barátoktól látunk, az az, hogy valójában arra van szükségünk, hogy példaként szolgáljunk egymásnak a cél nagyszerűségében és a, nagy, a cél fontosságának a fenntartásában, és hogyha mi
valóban képesek vagyunk kisugározni ezt magunk felé és magunk elé, hogyha mindig ezt tartjuk, tehát mindig ezt az eszközt tartjuk magunk előtt a legfontosabbnak, és mindig ebben próbálunk belépni, akkor ami belül úgy kívül is, tehát ilyen módon az összes helyzetben képesek vagyunk a teremtő és a cél nagyszerűségét fenntartani. באמת מה שאנחנו יכולים לתת לחברים זה מצב רוח מרומם. לתת להם מצב רוח של גדלות, של חשיבות, של שמחה. Tehát valóban ezt a magas szellemiséget kell fenntartani, mivel a barátok szeretetének ez a fajta ereje, az öröme, és az, hogy a kabbalisták tanácsát ilyen módon meg tudjuk tartani együtt, egy csoportban adja meg nekünk azt, hogy képesek legyünk megvalósítani mindent, ami az egymással való kapcsolatban megvalósult egyáltalán, és egy erőfeszítést tudjunk tenni arra, hogy egy emberként egy szívvel kapcsolódjunk össze, és hogy valóban képesek legyünk elérni a célunkat, tehát folytassuk örömmel, és hogy eljussunk a célhoz viszonylag gyorsan. Tehát a barátok szeretete az, ahonnan el kell jutnunk a teremtő szeretetéhez. Mi nincs más lehetőségünk, mint hogy ezt keressük állandóan. És a barátok szeretetéből tényleg elérjünk a teremtő szeretetéhez, a teremtő szeretete pedig a barátok szeretetén belül tárul fel. Ez az a hely, ami munkánkban, ami keresnünk kell. Nincs más pont, amivel foglalkoznunk kell. Tehát ahogy az mondva van, a barátok szíve, חברים, ולא סתם גם אומרים, כאילו, עשה לך רע וקנה לך. נבר הברעתות ארעיבל ירדו, תת נקונג, תת וגי מוגד נקי ברעתות, אז נויום פונטו שיש. זאת העבודה שלנו, לחפש. Tehát ez a mi munkánk, ez a mi munkánk, amit keresnünk kell, hogy állandóan kutatnunk kell, hogy minden egyes barátunkban milyen hiány van, mekkora erő van, mindenkinek hogy kell megragadni ezeket a hiányokat, és hogyan kell érezni a cél fontosságát. És hogy a szív hogyan tart egyensúlyt ebben minden egyes barátnak, hogy érezni kell a magabiztosságot és az önbizalmat. Meg kell adnunk egymásnak ezt az érzést, hogy ezt hogyan érezzük. És valóban ez valami, ami nagyon fontos, amit ismernünk kell, és mindenkinek fel kell tárnia azt az erőt, amivel átléphetünk a köztünk lévő falakon, és felébreszthetjük egymást a cél irányába, és ezáltal valóban egy helyet teremthetünk a fény számára. יש לו כל כך הרבה אהבה לתת לחברים, הוא לא יכול לעצור אפילו. וזה מה שבאמת... Valóban óriási szeretet tudunk egymásnak adni, és valóban ez az, amit mondani akartam, hogy a srác, mert alapvetően nekünk állandóan a barátot úgy kell látni, hogy ő nagyobb, mint mi, úgy kell látnunk. Még ha elalszik is valaki esetleg a tanteremben, nyilvánvalóan azért, mert esetleg rengeteget dolgozott, és egy-két órát aludt összesen a terjesztés miatt, és úgy kell rá gondolnunk, szeretettel kell rá gondolnunk, hogy képesek legyünk támogatni egymást ebben a munkában. Tehát mindig a barát nagyszerűséget kell látni, mindig azt kell látni, és azt kell érezni. Akkor most nével, hogy a barát milyen nagyszerűséghoz, ez az érzése fogjuk folytatni, akkor most ezt. És hogy valóban képesek legyünk elnyelni ebből az idézetből, amennyi csak lehetséges, Nív. Minden
ajándék, amit valaki a barátjának ad, az olyan, mint egy golyó, egy lövedék, amely egy lukat üt a barát szívén. Nyilván az első golyó csak éppen megkarcolja a szívet, a második azonban, ha ugyanarra helyre lőjük ki, az már egy, majdnem egy lukat üt, és a harmadik azt át is üti a lukat, és minél több lövedéket lövünk ki a barát szívének ugyanarra helyére, ez gyakorlatilag megnyitja az ember a barát szívének, a barát kőszívét, és ilyen mondom, minden ajándék az egy szikra, a szeretetnek a szikrája, ami egész addig fog a barát szívéhez menni, amíg valóban a kőszív az lyukat üt rajta, és akkor egy hatalmas láng lángol át a szíven, amely a szeretetnek a tüze, amely mindent meggyújt, és ezen a módon átenged bennünket, bennünket minden elessége, még egyszer megismétlik ezt, tehát minden ajándék, amit a barátok adnak egymásnak, az ömdő lövedék, amely egy lukat üt fog ütni a barát szívére. Még akkor is az első golyó éppen csak megkarcolja a szívet, a második, ha ugyanerre helyre lövik ki, akkor már kijelölje azt, hogy hol lesz a luk, a harmadik pedig magát a lukat átüti, és minél több lövedéket lövünk ki ugyanarra a helyre, ez adja meg a szívnek azt a lehetőséget, hogy továbbfelé, hogy egész addig, ami meg nem teremtődik az ajándékok által, amik összeadódnak, és minden egyes ajándék egy szikráját adja a szeretetnek, egész addig, amíg ezek a szikrák egy hatalmas tűzé állnak össze, és ugyanazon a helyen felgyújtják az emberi szívet, és egy lángba borítják a szívet, és a szeretetnek az tüze, az minden nehézséget eléget az úton. Ez, amit itt és most éreznünk kell, hogy a szeretet az valóban lángol, és minden nehézség felett lángol. Rabas itt nekünk egy olyan fajta érzelmi példát és részletes leírást, amihez viszonylag könnyű is oda kapcsolódni. Tehát egyfelől van egy módszerünk, és az módszer elmondja, hogy mit kell tennünk, lépésről lépésre, másrészt pedig ki kell nyitnunk a szívünket, és jó, akkor osszátok meg a barátokkal a körben, akikkel ott együtt ültök. Hogy hogyan befolyásol engem ez az idézet? Hogyan tudom, tehát hogyan tudom a barátom szívét megolvasztani úgy, ahogy ezt Rabas ebben a cikkben leírta, és mit tudok én tenni annak érdekében, ez megtörténjen? האמת, תמיד שהקטע הזה קוראים אותו, אני שומע את הסימונים בקזינו נופלים, טק, 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 טק. ואתה מקורא לו שומע את הזידזת, את? כאילו, רק תסתכל על החברים, רק תתראה את זה, זה הכל, זה פרוטה לפרוטה. Nekem úgy kell tekintem a barátomra, hogy valóban szeretettel, és filléről fillére kell összegyűjtenünk a pénzt, semmi más nem kell ez. Tehát ez az a munka, amit el kell végeznünk együtt, és a kapcsolaton keresztül, a köztünk belül kapcsolaton keresztül minden egyes alkalommal érezni kell ennek az erejét. Ez pedig a kapcsolatban ragadható meg, tehát van egy csomó dolog, amit nem hallottunk ezt megelőzően, és nagyon izgalmas, csak a barátainktól, és nagyon izgalmas az, hogy a feladat és a misszió, amit minden egyes barát érez, az hogyan lövi be ezt a fajta ajándékot a barát szívébe, amiről beszéltünk. Ez az egyetlen dolog, amire érdemes figyelni. Ezt a játékot érdemes játszani, tehát mindig újra és újra oda kell lőni a barátok szívébe. És valóban שבאמת נחיה אך ורק כלפי המטרה הזו. תאב נקונק ולאובם. הדוגמאות האלו של החשיבות המטרה,
כלפי החברים. És... ezért a cselekedeteknek nyilván a barátok szívére kell irányulnia, és itt kell kinyilvánulnia, hogy ez kinyilvánítani, hogy ez egyetlen dolog, amit az életben tenni kell. Ez az egyetlen feladat, amit meg kell tenni. Igen, tehát... זה כאילו איזה כלי שנשמע כמו איזה כלי ילדותי כזה, בוא ניתן מתנות לחבר. Valóban képesek legyünk látni. האמת שזה החיים. Hogy tudunk elérni, hogy ez az élet, és hogy... אחד לשני את הלב, ואז נכנסת שם אש האהבה, זה הרגשה מאוד מאוד מיוחדת. וזה הרגשה שמרגישים רק... Tehát, hogy hogyan lehet... זה המאמצים שאנחנו צריכים להזכיר גם כל אחד לשני כל הזמן. Tehát hogyan lehet erőfeszítéseket tenni azért, hogy emlékeztessük egymást arra, hogy minden egyes alkalommal csak a barátok megvásárlása marad a számunkra, minden egyes alkalommal ezt kell keresni, minden egyes trükkel, minden egyes dologgal, hogy ezt a kőszívet le tudjuk rombolni egy újabb és újabb szintig. פשוט אין סוף, יש בכל חבר כל כך הרבה, שרק רק עוד מתנה, ועוד מתנה. Tehát nyilván minden barátunknak arra van szüksége, hogy újabb és újabb ajándékot adjunk egymásnak. ואז אור נכנס. לא יודע, פתאום בא לי כזה תמונה של, של פרה שהתינים שלה מתפוצצות. Tehát akkor... רק רוצה לתת חלב, היא רק מחכה. La, kaha, la, la, la tehát nyilvánvalóan a mi számunkra ez nagyon fontos, hogy hogyan lehet egymás szívében szétárasztani mindezt, és tehát odalövök, ugyanarra a helyre lövök, és akkor valóban egyszer csak átlukasztja ez, és a szeretet szétárad, a szeretetnek a tüze szétárad, és minden bűnt lefed, az kialakuló láng, és akkor valóban egyé válunk. Tehát mindenkinek érezni kell a többieket, érezni kell a többieknek a szívét. Ez az, ami összekapcsol bennünket. Ez az, ahol nekünk valóban látnunk kell, hogy a szeretetnek az ereje az hogy hatol át mindenen. Ez valóban megadja azt az erőt, ami ezt a folyamatot vezérelni tudja egyáltalán. A teremtő, hála Istennek, az mindig egyenesen megadja lehetőséget a számunkra, minden egyes alkalommal. Nekünk csak érzékenynek kell lenni, hogy meg tudjuk ragadni a pillanatot, és folytatni tudjuk, és ilyen módon az életünk minden területén képesek legyünk, a saját belső hozzáállásunkkal a teremtőért dolgozni, hogy mindig neki akarjunk előnyt okozni. Ez az ő útja, hogy megmutatja a számunkra a szeretetnek az erejét. Tehát nekünk azt kell látni minden alkalommal, hogy a, barát, a szeretettel kell tehát
nekünk látni kell, hogy mit kell tennünk, ami... Tehát érzem-e én azt most? Tehát nekünk... Tehát akkor mindenki... Dönts el, hogy az egységnek milyen szintjére akar, vagy képes emelkedni. Hogy valóban mi látni akarunk, mi érezni akarjuk, hogy mit jelent, milyen módon tudjuk mérni az egységünket. Tehát nyilván nekem úgy kell látnom a mellettem lévőt, hogy ez a generáció legnagyobbja, és ez a kérdés, hogy ezt hogy tudom megtenni. האם אני מרגיש? אני בטוח, אני לא מרגיש. אני בטוח שאלה האנשים הכי גדולים במציאות שיכולים להיות. אלה החלקים הכי יפים של הפאזל. אלה הבסיס והעמוד. וזה המוביל, מוביל הארצי. את כל הרצון הזה, את כל מה שהבריאה רוצה, נמצא פה, רק פה. Tehát itt és most kell nekünk ezeket a dolgokat megtenni. Tehát a módszer, tehát nyilvánvalóan az adakozásnak az ereje az a kapcsolatban tárul föl, és amit nekünk érezni kell, az csak azért kell éreznünk, mert feltárul. Tehát nem azért, mert mi megtesszük ezt a kapcsolatot, vagy felállítjuk ezt a kapcsolatot, hanem itt mindig újra és újra éreznünk kell az erőt, ez az az erő, ami feltárul a mi számunkra. És az a mi erőfeszítésünk megfelelően tárul föl, és amit érzünk, az itt és most kell éreznünk. Mi érezzük, hogy ez egy privilégium, és hogy, hogy a barátainkon keresztül valóban a teremtő feltárulására van szó. És ez adja meg nekünk. És valóban hát nagyon boldognak kell lenni az embernek, hogy mint hogy én is boldog vagyok, hogy együtt vagyok, itt vagyok veletek. És hogy valóban tehát valóban egy kutatás az, amit el kell érnünk, és ez nekem el kell jutnom a leckére, mindenféle lehetőség mellett meg kell tennem, nyitottnak kell lennem. És valóban éreznem kell az ízt, és mindez csak azért, mert egy óriási erejű környezet vagyok bezárva, és valóban ez a környezet, ha megadja nekem minden egyes barátomtól csak erőt kapjak, és megkapjam az önbizalmat, és a cél nagyszerűségét. És én emlékszem arra mondatra, amit Rav mondott tegnap, hogy csak egy dolgot ajánlok nektek, hogy nem magatokra gondoljatok, hanem ébresztétek föl magatokat. Én nem hiszem ezekkel a szavakra.
אנחנו רואים, פתאום אנחנו יושבים כאן ביחד ומרגישים פשוט... Hogy, tehát ugye mi együtt vagyunk, és nekünk érezni kell a boldogságot, az örömet. És meg kell adnunk a barátainak azt a fajta erőt, amelyik felemel bennünk, amelyik boldogságot ad nekünk. És nekünk mindig emlékeznünk kell arra, hogy mi miért kaptunk. Mivel az a fajta erő, amit megkapunk, az nyilván egy belső szerepet ad nekünk. És valóban vannak vallásos emberek, és nem vallásosak. Tehát nekünk mindig megy a vita, hogy van teremtő, nincs teremtő. Tehát tudnotok kell, hogy minden egyes alkalommal végig kell gondolnunk, hogy mennyire szerencsések vagyunk. És milyen nagyszerű dolog, ami történik önök, hogy itt lehetünk a barátainkkal ezen az úton, és valójában milyen hálásnak kell lennünk, és mennyire szerencsések vagyunk, hogy ez az utat követhetjük, és hogy mennyire kell szeretni a barátainkat, hogy átadjuk azt az erőt, ami kialakul egymás között, köztünk, ezt a hatalmat, amit mi megérzünk a kapcsolat ereje által. És valóban ez egy gyógyszer, ami a lelket áthatja. Dan, tehát nyilván az az inspiráció, amit tőletek kapok, a képesség, hogy ezt a fajta örömet és boldogságot megélhetem, ami a csoporttal való kapcsolatban nyilvánul meg. Nyilván az, hogy ti gondoskodtok róla minden csecsemőről, és minden egyes alkalommal aktívan figyeltek rám, és valóban képesek vagytok ezt a boldogságot eljuttatni mindenhova, és valóban szétárad a szeretet, és minden alkalommal, amikor látlak benneteket, akkor ez a kép, ami megmarad, lehány barátaim. Mi nekünk hálásnak kell lennünk, és köszönettel kell fogadnunk azt a fajta kiválasztottságot, azt a fajta hatalmas privilégiumot, ami elér bennünket, és valóban átvezetővé kell válnunk az adakozás irányába, amit a Teremtő adott nekünk. Tehát nekünk meg kell, hogy legyen a lehetőségünk arra, hogy minden részt, amire csak szükségünk van, azt meg tudjuk szerezni. Tehát amit én szeretnék. Én nagyon egy feszes dolgot szeretnék megosztani most veletek, amiről tegnap beszéltünk. Tehát jó néhány barátunkon vettünk észre a misón, és akkor utána Rabast olvastunk, és éreztem a boldogságot és az örömet, a kapcsolatot a barátokkal, az inspirációt, a forrásodnak az erejét. Azt a nagyon különleges módszert, amit alig lehet leírni, tehát hogy a barátokkal lehetett együtt dolgozni, hogy valóban feltárultak a forrásaink, mindenkinek feltárult a szívében minden. Tehát valóban Rabas Bálhaszulám módszere, az nagyon fontos, és valóban itt a szeretetnek az óceánján kell hajózni. Um,
נראה לי גם מצד אחד כאילו... בוא ניתן לרב לתת לנו... יש עוד כאלו, נקם עוד טוניק. עלינו לעשות הרבה פעולות חוזרות, אחת אחת. But, העליון משפיע כך כל פעם, על כל פעולה שלי. Tehát nekünk újra és újra neki kell... אני מתחיל להסתכל עליו באיזו הערכה. Neki kell ugrani gyakorlatilag a barátok kapcsolatának egész addig, amíg minden barátot nem látok úgy, olyan elfogadással, hogy látom a melegséget, ami a szívükből árad, és valóban át akarjam ezt ölelni. És ez pedig, és ez csak ezen a módon történhet meg, hogyha a barátokkal összekapaszkodunk. Akkor olvassuk Rabast. Kéz a kézben. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי זה כלל, עם דבר... תהת הברעתוק סלטת, אה? כי זה שחברו אוהבו, זה דבר חדש אצלו. כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו... תהת איזה זומי... שלומו וטובתו. אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, ugye nyilvánvalóan, שמחה שאין לשערה, הוא כבר אינו יכול לדאוג, amikor az ember érzi a barátok szeretetét, akkor ez fel is ébreszti azt a hatalmas örömet, amikor már magáról nem kell gondoskodnia, mert az ember az kizárólag csak az iránt tesz erőfeszítést, amiben örömet érez. És ha elkezdi érezni a barátodnak a szeretetét, akkor természetes módon nem lesz már oka, hogy önmagára gondoljon. És... nyilván ez egy belső összetapadás. Ez egy olyan fajta zene, amelyet mindenkinek éreznie kell. Tehát tudnunk kell, hogy érjük ezt az állapotot, ahol gondoskodni tudunk egymástól. Tehát nekünk mennyire van meg a sóvárgásunk, tehát mik azok a cselekedetek, amikor valóban el kell érnünk azt, hogy semmilyen, próbáljuk meg akkor ezt most megérni, hogy semmilyen önmagunkra irányuló aggodalmunk nincs többé, tehát ez megszűnik. אנחנו רק צריכים לדאוג לדאוג tehát nekünk csak arra van szükségünk, hogy valóban a teremtőről és a felső erőre gondoljunk, a szeretetre és az adakozásra. Arra helyre, ahol mindig mindenki másról gondoskodik, és valóban ezért képesek vagyunk fenntartani egymást, mivel ugyanaz az önbizalom, ugyanaz a belső hit az, amelyik megadja a felső fénynek a megtartó erejét, és nekünk egyszerűen biztos tennünk kell, hogy képesek legyünk belépni ebbe a fénybe, és hogy az embert ez a fény tartja fönt, és hogy az ember a saját bőrén érezze azt, ami történik, és hogy valóban mások érdekében képes legyen aggódni és megtartani másokat, és hogyan tud imádkozni másokért. Ez az, ami nekünk állandóan át kell adni egymásnak, ez az, amiről gondoskodnunk kell. Mindig szokom, hogy mi az a dolog, amiért minden egyes pillanatban aggódni kell, ő mindig azt mondja, hogy én hogy tudok minden pillanatban a barátokra gondolni, hogy fogok gondoskodni róluk, és ez nyilván az árvútnak az erejével valósítható meg. És nyilván akkor az ön aggodalomból ki kell lépni mindenkinek.
Oké, okay, akkor ez a cikk lezárja a rabas cikkét. Tehát amilyen mértékben csak tudunk, próbáljuk meg akkor megtartani ezt a lehetőséget. Nem is ilyenkor. Drága, te mondtam liató. Az igazság az, nekem nincs erőm, minden tőletek kapok. Ez igen, rák a tévnak nem lehet. Tehát ti adtok nekem erőt és megerősítést. És ezért szeretlek benneteket, mondja a srác. És nem is tudnék nélkületek már élni. Igen, lo laamin lachalutin b'chaim b'atzmi nivten. Tehát nem önmagunkban kell hinni, egyáltalán higgyetek önmagatokban, csak a barátokban higgyetek. Még két nap azért ültem a leckén. De valaki megkínált engem valamivel, és majdnem megcsokolt a kezemet, és akkor megértettem, hogy hogy adhatja át valaki a barátoknak önmagát, hogy az Ramas is mondja. שאנחנו מבטלים את עצמנו ונצמדים לחברים ולרצון החברה. אני יודע. Tehát nekünk le kell nullázni magunkat, nekünk valóban a barátokon kell lógni, és... זו הפעולה היחידה שיש לנו. וביחד שאנחנו עושים את זה, אנחנו מוצאים לאט לאט... Ez egyetlen dolog, amit együtt kell tennünk, és nekünk fokozatosan el kell oda jutnunk, minden egyes cselekedettel, hogy megtaláljuk az igazi... הפעולות האלו בגדול הם נעות על שני צירים, או שאנחנו עכשיו נמצאים במצב של... Ez a cselekedet, mondja Niv, ez valóban kiszélesíti két tengely mentén az erőt, az első, hogy teljes energiát ad arra, hogy valóban... ...כדי להיות החלק המועיל במערכת, ושני הכוחות האלה הם הכרחיים, והכוחות... ...valóban képes legyek effektív módon a rendszer részébe válni, és minden... erőt megkapjuk ettől a fajta bölcsességtől, hogy valóban képesek legyek egyszerre két birodalomban létezni, és képes legyek előrehaladást elérni ezáltal. És hogy valóban את הגדלות של החברים שממש כמו מקובלים מרגישים את הרצון ויודעים לעבוד איתו תעת נראה לכם על שתק לעבוד פעם עם ההרגשה פעם יותר עם השכל ומתי צריך את זה ומתי צריך את זה וזה גדלות תעת הוגן תודונק ולו בן איג אלו רהלדני בחברה דרך מקובל mert csak a csoport az, ami valóban erőt tud bennünket vinni. Ezért kell egy ilyenfajta környezetet teremtenünk, ahol állandóan kérni tudjuk azt, ez az, ami megadja nekünk állandóan az erőt, az előadásnak az erejét, hogy különböző állapotokat tudjunk keresztül menni, mi tudjuk, hogy minden a környezettől függ, és ez az, amit meg tudunk kapni, és aminek oda tudjuk magunkat, ez az a hely, ahol együtt kell kiépítenünk egymás között, és ez nagyon világos célnak kell lennie, hogy hogy tudunk ide eljutni, és hogy tudunk tovább lépni mindenben. Tehát hogyan tudunk akkor ezen a módon tovább lépni, hogyan tudjuk felemelni egymást a cél irányába? Hogyan tudjuk megadni az erőt egymásnak, és hogy tudjuk egymást meghívni erre? Hogyan tudjuk az egyesítő erőt megszerezni?
amely megadja nekünk majd a mi célunkat és erőnket. אוקיי, אנחנו יודעים, דבר חידוש משתעשעים. אז שאנחנו עכשיו משתעשעים בינינו עם האהבה הזאת של החברים, שכל אחד יברר ויספר למעגל. Ez valami teljesen új dolog kell, és valóban למציאות רוחנית. כל פעם נעלם איתנו. למה דווקא החבר הוא זה שמקפיץ? נבנבלואן. זה כתוספת. Nyilván nekünk egy spirituális valóságba kell belépnünk. És hogy miért csak így lehetséges, ez egy nagyon fontos kérdés. Nyilván ez egy valóban alapvető kérdés. Nekünk további kapcsolatra van szükségünk annak érdekében, hogy elérjünk egy másik spirituális szintet. A kérdés tehát az, hogy hogyan tudunk fejest ugrani ilyen értelemben a spiritualitásba? Tehát ez mindig meg kell, hogy adja nekünk az erőt, valamit, ami... Hát nincs más mód, mint az, hogy elérjünk valamit. Tehát az, hogy kinek tudok adakozni, hogyan tudom a fontosságot fenntartani, a nagyszerűséget fenntartani a barátokkal, hogyan fog ez mind feltárulni az én számomra. Nyilván a csomó dolog rejtett, tehát hogyan tudom én ezt mind fenntartani, a kőszívből hogyan tudok kilépni, és hogyan tudunk a szereteten keresztül elérni valamit, hogy mindig képes legyek. Hogyan hogyan válhatunk minden egyes alkalommal még erőteljesebben olyanná, hogy csak a barátokkal kapcsolatban tudjunk valamit elérni. Ez nagyon fontos. Tehát a teremtő az, aki ilyen módon feltárul közöttünk. Nekem valóban fel kell használnom azt az érzést, azt az erőt, amin keresztül megyünk, és valóban nagyon fontos, hogy érezzük. Ugye neki én egy olyan helyen élek, ahol valóban nekem tudnom kell, hogy mi az, amit megtok tenni egyedül, és mi az, amit nem. Tehát nekem valóban meg kell próbálnom mindig megszereznem azt a fajta tehát miért kell kérnem a barátoktól a segítséget? Barátaim, hatalmas erőfeszítés volt ez a kapcsolatra, amit most elértünk, és valóban nagy örömet okoztunk vele a teremtőnek. És most szeretnénk hallani valamit. Tehát ugye az a lecke egy esővált helyről megkezdődött, aztán jött egy workshop, és állandóan kapcsolatban voltunk egymással, aztán majd most jön a kaja. Mi az, ami ebből a leckéből elérhető volt az én számomra? על התשובה למה לא ביקשת, היה כאן שאל, היה כאן תשובה, היה עשייה. תהת, נימא מלואן.
Enélkül halottak vagyunk, tehát nekünk mindenképpen kérnünk kell. Mi valóban hallani akarjuk, hogy... Tehát, hogy tudunk összekapcsolni, és mindenki álljon föl. És az érzése annak, hogy mindent a barátoktól kapunk, hogy minden, amiről mi tanulunk, amit érezni akarunk, amit megérthetünk, az egyetlen pontból árad ki, amit mi úgy hívunk, hogy a csoport középpontja, és ma Istennek hála, nekünk megadatik, hogy a szívünkben érezhessük ezt, és én azt gondolom, hogy érezzük ezt az erőt, ezt a magabiztosságot, ami innen jön, ezt a szeretetet. És hogy nem akarjuk elhagyni ezt a helyet, és hogy valóban minden egyes pillanatban nem akarjuk ezt elengedni többé. És... Tehát nekünk meg kell ragadnunk azt a fajta hatalmas erőt, azt a fajta környezetet, amire szükségünk van, Leheim. Minél jobban körbeöleljük egymást, annál erőteljesebben tudjuk ezt megélni. Utolsó kérdés, ami a spirituális világra irányul. Tehát a mi spiritualitásunk nyilvánvalóan szinte teljes egészen a barátoktól függ. Tehát valóban tehát nyilvánvalóan nekünk látni kell, hogy melyik csoportban mi történik, ezek a hatalmas belső inspirációk, ez az első lépés, és nekünk valóban egy folyamatos workshopban kell lennünk, és éreznünk kell, hogy valóban mi épül itt ki, hogy valóban mindannyiunknak be kell fektetnünk a teljes erőnket ebbe, és ez rendkívül izgalmas időszak, amin keresztül megyünk. Tehát nekünk egy... Csak a barátainkat tudjuk ezt megtenni. Kedves barátaim, nekem az az érzésem van, hogy hogy a barátaim valóban oda csaptak az egónak. Odaütöttek, és mindegyiköteket valami csodálatosnak látlak, amelyik a változásnak az alapjai, ami történik a világban, Leheim. Rav nincs itt, és mindig azt láttuk, hogy akkor nem volt magas a szellemiség, ha Rav nem volt itt. De barátaim, azt gondolom, hogy ez nagyon megváltozott. I cannot wait Rav to come here because I think it well I have no idea what I have to imagine then. Nem is tudtam elképzelni, hogy ezt is elérhetjük a tanító nélkül. Ez egy olyan szellemiség, amit el sem tudtam volna képzelni, és most látom, és most azt nem tudom, hogy mi fog történni, ha visszajön.
hogyha ilyen erőt tudunk képviselni, akár nélküle is. במעגל שישמנו, אנחנו באמת עברנו מצבים עד המצב של הייאוש, היו חבר'ה ש... Tehát most keresztül mentünk egy csomó állapotom, a legnagyobb távolságból a... odáig eljutottunk, hogy a környezet az egyetlen, ami meg tudja nekünk adni ezt, és valóban látjuk az igazat. Ez az, ami bennünket... אם יש מצב שאני יכול לזה, לקרוא? כן? קצת מתרגע. את ראש אותו כל עמית. אני רוצה פשוט לדבר, לספר על הנקודה שבלב, שזה מה שבעצם משתף אותם, זה מה שמחבר אותם, שכל אחד בא עם התנות שלו, כל אחד בא עם ה... סיבלי פונט הזה מיוסי קפצ'ול בנינקט. המקום הזה, בקבוצה הזו, אנחנו כולנו מתחתים. ez ami a, az ego fölé emel bennünket. בנתיבים לא נודעים בהסתרה, היא באה לכאן. סקה, בתאורה, בלי אף לבוש, לגמרי הרומה. לא מוכרים לפחד, לבושה. Tehát mindenféle ruha nélkül, szinte lemesztenítve a szívünket, így kell állnunk egymás előtt, szégyenkezés nélkül, és így kell fölemelkedni mindennek. Így kell élnünk az érzelmünknek a legmagasabb pontját, ahonnan már minden gyűlölet fölé emelkedhetünk, és ahonnan a szabadságba léphetünk, a szabad bölcsességbe, minden filozofálgatás fölé, az ego fölé, ahol valóban legyen az jó vagy rossz, túl tudunk rajta lépni, és minden kérdésre választ kapunk a végén, hogy mi az oka és az értelme annak, hogy az ember itt van sok-sok évig, és aztán meglátja, hogy megjelenik a remény, és a remény a barátokon keresztül érkezik el, és akkor önmaga ellenében kap hatalmas segítséget, hogy túl tudja lépni önmagán, és akkor az ember kérésére sokáig nincsen semmilyen válasz, mert nagyon sok kapu van bezárva előttünk, és ilyen módon tudja felfedezni majd az ember az új valóságot, hogy nincs boldogabb állapot, mint az, amikor a saját megerősítését ér az ember, és ilyen így lehet odaig eljutni, hogy legalább egy kis mértékig felnyílik az ember szeme, és a végén mégis megérkezik oda ahhoz a ponthoz, hogy feltárul a világ, és minden nehézség ellenére az ember túl tud lépni mindenen, és nem tud többé megpihenni egészen addig, amíg a barátok össze nem kapaszkodik, és ezt jelenti az a mondat, hogy a teremtő a jó sorsunkat a kezünkbe rakja. Lehány.